lehetőséget. Hát tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselőtestet ülésünkön. Köszöntöm az intézmények vezetőjét és a hivatal munkatársait is. Természetesen az önkormányzati képviselőket. Mai ülésünk azért is nagyon fontos, hiszen minden város életében, ha meghatározunk a költségvetést, ez egy fontos pillanat, hogy hogyan fogunk gazdálkodni az elkövetkezendő egy évben. Erre most van az a helye és az ideje, hogy ma február 13-án elfogadjuk, vagy tárgyaljuk a költségvetést. Megállapítom, hogy képviselőtestület 9 tagjából 6-an jelen vannak. Morosz képviselő úr jelezte a távol létét, Beke képviselő úr pedig hamarosan érkezni fog. Mindenki láthatta a napirendi javaslatot, valakinek a napirendi javaslatokhoz még valami kiegészíteni valója van-e? Amennyiben nincsen, én egy annyi módosítást szeretnék, mivel mondtam, hogy Beke képviselő úr kicsit később jön, és szeretnénk, ő is jelezte, hogy a költségvetéssel várjuk meg, hogy a 4-es, 5-ös, 6-os napirendi pont a régi 10. napirendi pont után jön be. Tehát a 7-es lesz a 4-es, és akkor így számozva ennyi módosítást szeretnék kérni. Aki a napirendi javaslatokkal egyetért, ezt kérem készfeltartás jelezze. Aki a sorrendének a módosítása egyetért, ezt kérem készfeltartás jelezze. Köszönöm szépen! Egyes számú napirendi pontunk, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztésünk. De nincs olyan sok, valakinek ehhez kérdése, észrevétele. Amennyiben nincsen, aki elfogadja, ezt kérem készfeltartás jelezze. Ellenvére még tartózkodás nélkül 6 igennel elfogadtuk. Kettes számú napirendi pontunk, visszatérítendő pénzügyi támogatás nyújtása az Alatermelvölgye Egyesület részére. Ugye a pénzügyi és ügyrendi bizottság is megtárgyalt ezt az előterjesztést. Arról lenne szó, hogy az Alatermelvölgye Egyesület nyert egy pályázaton egy rendezvénysátort, egy jelen pillanatban még 10x15-ös sátor, azért mondom jelen pillanatban, ez bővíthető. Ez a sátor az a klasszikus, jó minőségű alumíniumba, strapabíró, nem hajlik el, és örülök neki, hogy végre a térségünkbe is sikerülhet egy ilyen sátrat beszerezni. Annyit kértek tőlünk, hogy mint más egyesületeknél is volt ilyen, hogy ha megelőlegeznénk ezt az összeget, akkor be tudnák szerezni, hiszen ők is, az Alatermelvölgye is küzd a pénzhiánnyal. Én azt szeretném, hogyha, és pénzügyi és ügyrendi bizottság is egyhangulag azt támogatta, hogy ezt biztosítjuk nekik, és ugyanúgy majd ezt a későbbiek folyamán ezt vissza fogják juttatni nekünk. Az előnyünk, hiszen azt is nézzük, hogy milyen előnyünk származik belőle, valószínű, hogy itt fogják parkoltatni, és a mi kezelésünkben lesz ez a sátor, és lesz egy brigád, aki kiképeznek rá, és ők fogják mindig felállítani. Nyilvánvalóan, hogyha ez vidékre megy, akkor ezeknek az embereknek a bérét ki kell fizetni. Amennyiben Zalszengrót város területén lenne ez kihelyezve, akkor természetesen akkor azt nekünk nem kell fizetni. Elég sok rendezvény van, hála Isten, Zalszengrót városban, és városon belül is a részönkormányzatokban is, hogy én úgy gondolom, hogy ezt maximálisan ki fogjuk használni. Az, hogy hol lesz majd, vagy minek a kezelésében, vagy a GESZ-nek, vagy a városnál, majd a későbbiek folyamán eldöntjük. Parancsoljon valakinek kérdése, észrevétele. A pénzügyi és ügyrendi bizottságnak a tagja, bocsánat. Tudomásom szerint az Alakarnak is volt egy ehhez hasonló nagyságú, hogy ahhoz bővíthető, vagy a bővítést úgy gondolta a polgármester úr, hogy a későbbiekben tudunk hozzávenni még tagokat. Vagy ez hasonló szélességre és magasságra gondolom, mint ami volt az Alakarnak, amit ugye már több részünk kormányzatnál használtunk. Igaz, hogy azt is tudjuk, hogy annak a szerkezete nagyon gyenge volt, és nagyon érzékeny volt a hiba lehetőségekre. De ha ahhoz kapcsolható, akkor azért az már egy nagyon tetemes sátor mennyiség lenne, illetve hosszúságra, szélessége, akár mekkora rendezvényhez is. Egymás mellé lehet tenni, de közvetlen kapcsolni nem lehet, és azért pont az Alakar sátrából kifolyólag örülök neki, hogy most egy masszív ezt a
klasszikus alumínium sátrat fogják megvásárolni, mert pont abból okulva, meg még Almásházának is van ez a vas szerkezetből, szögvasakkal megcsinálva, hajlik, minden problémája van, csavarozni kell, tehát nem lehet, hanem ez úgy lesz, hogyha későbbiek folyamán valamelyik önkormányzat a térségbe, vagy Mézalszentgót város azt mondjuk, hogy vásárolunk még 5 métert hozzá, a következő 4 éves ciklusban akkor ez lesz a feladat, akkor már lehet. Egymás mellé lehet tenni, de így bővíteni nem lehet. Köszönöm polgársorra a szót. Azt tettem megkérdeni, ebben nem láttam a határozati javaslatban azt, hogy ha nem tudja kifizetni a visszatérített összegnek az árát az arakar, erre igaz, hogy a polgármester úr mondta, akkor mi történik, mondta, hogy nálunk parkoltatják, tehát erről biztosíték, akkor mi tulajdonunkba száll a sátor? Csak kérdezem. Ugye nyilvánvalóan, hogy mindig benne van a veszély lehetősége, nyilván akkor örüljünk neki, hogy már megvan a pénz, amikor már számlánkon van. Nyilvánvalóan egy nyertes pályázatnál, egy ilyen beszerzésnél, amit már így nyújtottak be a pályázatot, hogy erre a sátorra meg lesz, ez 99%, hogy ki lesz fizetve. Ha nem történne meg, akkor nyilvánvaló mi kérni fogjuk tőlük a szerződés szerint, és akkor fedezetet biztosíthat a sátor, csak ugye ott van a probléma, hogy nem biztos, hogy vettünk volna sátrat, de én az eddigi tapasztalatunk az, hogy mind a zalai hazatérőknek, amit adtunk pénzt, ugye az visszafolyt már, adtunk még Borutnak az most folyamatban van. Én bízom benne, hogy ez meg fog. Tehát elvileg akkor visszakerülnek. Vissza. Tehát ez nagyon egyszerű elszámolás lesz, hogy megvan a sátor, megnézik, leellenőrzik, ugyanaz a sátor, ugyanazok a paraméterek, mint leadtak. Tehát nincs olyan, mert az Európai Unió omlik össze szerintem, hogyha ez nem sikerül. Jó, értem, köszönöm. Valakinek egy kérdésére, parancsoljon. Nem akarok nyelvészkedni, de itt ugye a határozati javaslatban van pénzeszköz átadásával támogatja. Tehát ugye, hogyha köznyelvi megközelítésből nézzük a dolgot, magyarán kölcsön ad az Egyesületnek, de kölcsönt ugye az önkormányzat, mint banki tevékenységet nem adhat, és gondolom azért van ez a támogatás nyújtása, de visszatérítendő. Igen, pontosan. Jó, oké. Mert ez több alkalommal fölvetődött, hogy akkor hogy lehet kölcsön adni. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Valakinek még más kérdése észrevétele? Amennyiben nincsen, aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem készeltartással jelezze. Ellenvéleményt tartózkodás nélkül egyhangon 6 igennel elfogadtuk. 3. számú napirendi pont, Zalaszentgót város önkormányzat előző évek adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásáról szóló tájékoztatás és a 2014 évi adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról döntés. Ugye ez a 2011-es évi törvény alapján kell kimutatni, hogy milyen adósságot keletkeztető ügyletből származó meglévő és várható kötelezettségek lesznek az önkormányzatnak. Itt, ahogy az előterjesztésből is láthatják, kettő van. Sajnos az első pont ugye az az elhíresült büfévista vásárlásos dolog, amikor fölvett az önkormányzat 39 millió forintot 150 forintos svájci frank árfolyamon. Ebből még a 241 forintos középárfolyamon még 26 millió 683 forint még fennáll. Ki lehet számolni az árfolyam különbségből eredő veszteséget, ami szerintem egy 10 év alatt az eléri vagy meghaladja a 20 millió forintot, és akkor még nem beszélünk még a kamatokról. Ugye ez lenne az egyik, amit görgett maga előtt a Szentgyróti Víz és Fürdő Kft., aminek a kezese mi vagyunk. A másik pedig egy jövőbeni kötelezettségvállalás, ez pedig a KEO pályázathoz, a Zalaszentgyó Tekenye Szennyvízkezelési Önkormányzati Társuláshoz fűződik. Örülnénk, hogyha végre már ugye 2012-ben adtuk be a pályázatot, végre már döntenének róla valamilyen szinten, hogy most nyerünk, nem. Nyilván nekünk az lenne jó, és tekenjük is, hogyha nyernénk ebbe. Most ugye az NFÜ átalakult, megszűnt, úgyhogy most megint parkoltatva van ez a pályázat. Pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Valakinek kérdése észrevétele? Ugye ezt le kell jelenteni is, határozni kell róla. Amennyiben nincsen, aki elfogadja ezt a napi rendi pontot, ezt kérem készletartásra jelezze, ellenvélemény tartózkodás nélkül egy hangban elfogadtuk.
és most jön az új 4-es régi 7-es számú napirendi pont, ez pedig nem más, mint a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja alapító okiratának a módosítása. Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Itt vannak az újabb módosítások, az alábbi indokok támasztják alá. Nem kívánom felolvasni, mert tele van jogszabállyal, úgyhogy mindenki olvashatta különböző kódokat, kell és szakfeladati számokat. Valakinek kérdés észrevétel? Parancsoljon, doktor úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Annyit mondanék először, és észrevételem lennének. Az egyik az, hogy a telephelyek közül, miért változott, vagy miért tűnt el a Dózsa-György utca 5. Mert az az épület az 5-ös is kötőjel 7-es szám alatt szerepel. Tehát én úgy gondolom, hogy 5-ösnek kéne bent lenni, 5-ösnek is. Ez azért, egyik. Mert a székhelye az 5-ös, a telephelye a 7-es. Jó, oké. Okay. Tehát akkor a telephelynek nem kell, de a székhelynek nem kell, mint telepen kell szerepelnie? Nem. Van a székhelye, ami szerepel, és gyakorlatilag a telephelye, meg a 7-es. A székhely külön sorban szerepel az alapítókiratban. Megmondhatjuk a kettőt, ugye? Tehát ha most átmegyünk az egységes szerkezetbe, ott van a székhely Dózsa György út 5, telephely Dózsa György út 7. Mert ez nem egy helyre, ez egy 5-7 hely ingatlan gyakorlatilag, de két házszámon. Ezért gyakorlatilag a székhelye az 5-ös, a telephelye a 7-es. Akkor hadd folytassam akkor, hogyha régenben, amikor egy rend, a 7 szám alatt szerepült csak az intézményünk, akkor székhely Dózsa György utca 7, telephely meg nincs. Mert ott volt a telephelyünk. Tehát telephely mi nem szerepelhet 5-be? Azért szerintem, mert amikor ugye a pályázat volt, hogy ketté kellett bontani az alapellátás, meg a járóbeteg szakellátás, most az 5-ös az csak a járóbeteg szakellátás, meg ugye ott van a telephely, a 7-es az meg teljesen külön van, mert régebben ugye az alapellátás is volt valaki az 5-ösben, most meg ugye a 7-es konkrétan ott van. Csak az alapellátás. Tehát azt nem kell, mert ott is vannak rendelések. De az csak a járóbeteg. Van az 5-ösbe. A 7-esbe meg csak az alapellátás. Ugyanúgy, mint a Koppány út 48 és a Váci. Nem, ott is van járóbeteg. Ott is van járóbeteg. Váci útban? Vagy Koppány útban? Nem. Az alapellátás, ezek Koppány a külterületi részek. Nem, azt mondom, tehát a 7-ben is van alapellátás is, meg járóbeteg ellátás is. De attól nincsenek akadály, tehát hogy mint ahogy a cégeknél is működik, van egy központi székhely, ami gyakorlatilag az ügyintézés központi helye, ez a jelenlegi gazdasági iroda területén lett kialakítva, jó. Ez az 5-ös házszám alatt található. Semmilyen érdek egyébként nem csorbul, hogy a telephely pedig 7-esként fel van tüntetve. Egy rossz szám szerint egybe van? Nem, külön. És le is van választva, szét van választva. Azért gondoltam, hogy ott is folyik tevékenység, mert ha nem folyna tevékenység ott alapel, járóbeteg szakellátás az 5-be, akkor azt mondom, hogy oké, rendben van. De attól, tehát hogy valaki, attól, hogy egyébként egy tevékenységet több helyen folytat egy cég, attól nem minden telephely, nem minden tevékenységhely székhely. Pont ez a különbség, hogy van egy székhely, ami a központi ügyintézés helye, így fogalmaz talán ugye ügyvéd úr a gazdasági társaságról szóló jogszabály, a többi pedig a munkavégzés helye. Ja. Nincsenek egyébként... Telephely meg lehet több is. Persze, így van. Oké, rendben. Tehát, hogy kimaradjon a telephely. A másik észrevételem, hogyha lehetne, hogy itt az előző utolsó alapítókiratban szerepelnek az alkalmazó szakfeladatok. Te jegyzőnővel az előbb félig meddig egyeztettünk, hogy nem értem azt, hogy miért szerepe, annak idején is szerepelt a járóbeteg, pontosabban a háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyeleti ellátás, és a rendelőnek nincsen megfogorvosi ellátás, nincsen a rendelőnek ilyen tevékenységre az OEP-el szerződése. Tehát, tehát én úgy gondolom, mert helyesen a kormányzati funkcióba fel van sorolva, helyesen kimaradt a fogorvosi. Oké, hogyha ez ugyanazt jelenti a szakfeladatnak, de akkor miért van benne még mindig tovább is a háziorvosi és az ügyeleti ellátás? Tehát én ezt már pont az előbb jeleztem a képviselő úrnak, hogy gyakorlatilag a január 1-ével ugye bejöttek a kormányzati funkciók megnevezés kategória. Ezeket a kormányzati funkcióknak a megfelelőjét építettük most be gyakorlatilag ebbe az alapító okirat módosításba.
Az intézmény részéről nem érkezett, az intézményvezető részéről nem érkezett olyan igény, hogy a meglévő korábbi szakfeladatokat bármilyen mértékben is csökkentsük, és én ezért is kérem a képviselőtestületet, hogy változatlan tartalommal, hiszen vannak olyan szakfeladatok, amit azért tartunk meg, mert adott esetben az ügyeletre költséget számolnak el, bérleti díjfizetések történnek. Tehát ezek olyan feladatok, amely én azt gondolom, hogy mind számvitel szempontjából, mind könyvelésileg kell, hogy ezek a kormányzati funkcióként bennmaradjanak. Amennyiben olyan igény merül fel, hogy ezen pontosítani kell, én azt gondolom, hogy ebbe egyeztetjük az intézményvezetővel, a GESZ gazdasági részével, akik folyamatosan majd ezeket a kormányzati funkciókat, hiszen ez egy most nagyon kialakuló tendenciát öltött, hiszen még a kincstár sem tudja, és az új számvitel sem olyan kiforrott, hogy igazándiból el lehessen dönteni, hogy itt most ezek a kormányzati funkciók számvitel szempontjából mit fognak jelenteni az intézmény működésébe. Úgyhogy én kérem a képviselőtestületet, hogy ennek ellenére ezzel a felvetéssel természetesen foglalkozunk, de meglátjuk, hogy a jövő milyen változtatást igényel. Köszönöm szépen, jegyzőnök. Parancsoljon. Igen, mondani, de akkor is a fogorvosi alapellátás, a 862 000, az lemaradt a 7-es pontról, lemaradt a, ha már a jegyzőnek igaza van, elfogadom, akkor miért nem tesszük bele a fogorvosi ellátást is? Ott van egyik körzet, a tandíj doktor, annak is számláznak. Tehát azt ki kéne helyettesíteni, mert szerintem. Azért most nem bent? Mondom, hogy rakjuk bele, mert nem tudom, hogy az alapellátásban, hogy mit fognak benne igen, van. Így van, tehát azért jó. Most ne gyújjunk hozzá, ha kérhetem. Jó, tehát ezt változtatni lehet megint. Persze, igen. Én azt gondolom, hogy ehhez amennyiben meglátjuk, hogy itt még az új számvitel, itt a kormányzati funkciók milyen változást indukálnak működés szempontjából, ez nem csak itt, hanem az összes intézménynél majd, lehet, hogy majd emiatt hozzá is kell nyúlnunk, ehhez majd még azt gondolom, hogy finomítani bármikor tudjuk. Jó, köszönöm, megnyugodtam, köszönöm. Valakinek még kérdése? Kielégítő volt a mindenki. Köszönöm szépen. Aki az alapító okirat módosításával egyetért, ez kelljen készfeltartás jelezze. Ellenvélemény tartózkodás nélkül egyhangon hat igennel elfogadtuk. Új 5-ös, régi 8-as számú napirendi pont. Önkormányzati földterületek értékesítése pályázati eljárás nélkül. Ugye az új Zalaegerszeg földtörvénye, idézőjelbe, rendelete, ugye a földekkel kapcsolatos földek értékesítéseben megváltozott, és vannak olyan lehetőségek, hogy pályázati eljárás nélkül értékesítsünk területeket. Nyilvánvalóan ezt az adott részönkormányzati illetékesekkel együtt bejárva. Itt láthatjuk az egyes számúnál Bedi Balázs, hány darab területet szeretne megvásárolni. Balogh Gábor részönkormányzat vezető úr bejárta. Igen, bejártuk a műszaki osztály dolgozójáról a területet. Ami csak úgy tájékoztatásképp mondom, hogy amik két területek, amik kevesebb összeggel szerepelnek, az mind azért van, mert oda lesz bejegyeztetve szorgalmi jog is, mivel hogy más is meg tudja közelíteni a területét, és ez még nagyon értéktelen szűk területek. Úgyhogy bejártuk a területet, és így eladásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Ugye csak még kiegészíteni való, ugye azokat a területeket, amit nem tudunk majd később, picik, aprók, elhanyagoltak, nem tudjuk igénybe venni a terület alapú támogatást, nem tudunk semmit se kezdeni vele, azokat értékesítsük, és abból befolyt összegből gazdálkodik az adott részönkormányzat, azok, amik meg nagyobb területek, vagy a részönkormányzat úgy gondolja, hogy másra is tudja hasznosítani, azokat pedig a város megtartja. Köszönöm szépen. Kettesnél Tamás Gyulánnél Aranyodon szeretne, ott Móros Tiborral egyeztettek, eladásra javasolta. Ott is két terület van látható, hogy egyik 913 négyzetméter, a másik pedig 968 négyzetméter, és mindkettőt a Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság elfogadása javasolja az önkormányzatnak. Valakinek kérdése, észrevétele ezekkel földterület eladásokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor külön szavaztatok a határozati javaslat egyes pontja ezekre a területekre. Nem olvasom fel helyre az iszámot meg az összeget, hiszen mindenki láthatja. Aki a határozati javaslat egyes pontjával, azok területek értékesítésével egyetért, ezt kell készfeltartása jelezze. Ellenvélemény tartózkodás nélkül hat igennel. A kettes pontban pedig ez a két darab terület Tamás Gyulánénak az adott számukkal együtt, aki ezt elfogadás javasolja, ezt kell készfeltartása jelezze. Ezzel ellenvélemény tartózkodás nélkül 6 igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. Régi 9 új 6-os napirendi pont. Jegyzőkönyvnek jelzem, hogy most jelen pillanatban 5-en vagyunk, de még határozatképesek vagyunk.
önkormányzati földterületek értékesítése pályázati eljárással. Itt is lehet látni, hogy az egyes pontban Bedi Balázs ezeket az ingatlanokat szeretné megvásárolni. Balogh Gábor képviselő úrra bejárták. Itt lehet látni, hogy itt már nagyobb, itt már 1000 négyzetméter fölötti területnagyságok vannak. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót. Szintén úgy, hogy bejártuk a területeket, ezek a területek ugye már kicsit fásabb területek, és egy nagyon meredek oldal megközelítése is nagyon nehéz. A vásárlónak a szomszédban vannak már saját területei, és azokat kívánja vele bővíteni és gazdálkodni. És úgy az árakat megszabtuk, és eladásra javasoljuk. Ugye most akkor, hogy az eljárás, ugye talán még ezek az elsők, amik most pályázattal, ugye most elfogadjuk őneki, Bedi Balázsnak látom elővásárlási joga is van az egészre, hogy és itt most ki fogjuk írni a nyilvános pályázati eljárást, és amikor az eljárás el nem folytatódott, akkor a tulajdonossal pedig megkötjük az adásvételszerződést. Parancsoljon! Van egy kérdés, hogy voltak a kérvényben még ilyen nagyobb területek is, de ugye azokat a szabály szerint ugye nem eladhatók, de attól függetlenül megvizsgáltuk, hogy ha esetleg olyan, ha értéktelen terület, akkor javaslatot hoztunk volna, de mivel hogy azokat olyan értékesebb területnek véltük, és viszonylag az nem is dombos területen van, ezért ezt nem is hoztuk a testülethez. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése észrevétele még ezzel kapcsolatban? Akkor aki a határozati javaslattal egyetért, ezt kérem készfeltartásra jelezzen. Ellenvélemény tartózkodás nélkül 5 igennel egyhangban elfogadtuk. És akkor... 10-es, az régi 10-es napi rendi pont új 7-es, elővásárlási jogról való lemondás. Ugye itt meg kell kérni a Zalaszegot várost, hogy élni kíván-e az elővásárlási jogával ezeknek a területekkel kapcsolatban. És Zalaszegrot város gazdaság és városfejlesztési bizottság megtárgyalta, és úgy döntött, hogy nem kívánunk élni az elővásárlási jogunkról, erről lemondunk. Valakinek kérdése, észrevétele? De van írva részletes az előterjesztésben, mi a sorrend, olvashatták? Jegyzőkönyvnek hatan vagyunk, visszajött Varga a képviselő. Amennyiben nincs több kérdés észrevétel, aki a határozati javaslattal egyetért, okay. Kérem készfeltartása jelezze. Ellenvélemény tartózkodás nélkül egy hanggal. Hat igennel elfogadtuk. És akkor most jöjjön az új 7-es napi rendi pont, a régi 4-es Zalaszegrot város önkormányzat 2014 évi költségvetési rendeletének elfogadása. Ugye előzetesen a Zalaszegrot város Róma Nemzetiség önkormányzatának képviselőtestete is átnézte és elfogadásra javasolta a Zalaszegrot város költségvetését. Mindenki olvashatta az előterjesztést, láthatta, hogy mind az elmúlt évekhez hasonlóan Zalaszegrot költségvetésénél is a bevételeknél a legnagyobb súllyal a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás szerepel. Tavaly már az új költségvetés tervezést, a feladat finanszírozás, feladatorientált tervezést azt elvégeztük, úgyhogy most egy év tapasztalatával álltunk hozzá az idei évnek a költségvetésének a tervezéséhez. Változás, hogy az idei évben a közös hivatal támogatását a székhelyi önkormányzat kapja, ez viszont 7.496.000 forinttal kevesebb az előző évinél. A szociális és gyermekjóléti feladatoknak az állami támogatása szintén csökkent, ez 2.141.000 forinttal, amit majd az intézményfenntartó társulás fog finanszírozni. Ugye az első körben ez nagyobb összegre jött ki, de társulási, intézménytársulási ülésen döntöttünk, hogy lakosságszám alapján járul hozzá minden település ennek az összeghez. Látható, hogy az óvodai ellátásra kapott állami támogatás jelentősen emelkedett, ennek ellenére is több mint 20 millió, vagy közel 20 millió forinttal kell hozzájárulni a városnak az óvodai ellátáshoz. A gyermekétkeztetésbe pedig, hála Isten, egy pozitív változás
állt be, hiszen eddig a kedvezményezett gyermekek számát vették figyelembe, most viszont az étkezési feladat ellátás finanszírozását üzemeltetési támogatás formájában határozták meg. Közművelődéshez 17 millió forintot kell hozzájárulnunk, és van azért egy pozitívabb hír is, hogy az egészségügyi központ esetében ez a tavalyi évhez képest 14 millió forinttal csökkent a hozzájárulásunk. Azért az elmúlt év gazdálkodásának a munkája benne van elég vastagon ebben a 14 millió forintban. A saját bevételek tervezése nél a helyi adók a 2013-as évi tervnél magasabban kerültek, betervezésnél viszont a ténynél kevesebb, de azért el kell mondani, és sokszor szoktam büszkékedni vele, addig még, ugye, amikor gazdasági válságba csökkentek az adóbevételek, Zalaszengrót jól teljesített, zalaszengróti vállalkozások jobban teljesítettek, hiszen ha nem is nagy mértékben, de növekedett a iparizési adó bevételünk. Csak egy érdekes tény, mert ugye most rendezzük ezt a város gazdaságfejlesztési fórumait, azért tudni kell, hogy Zalaszengrót város össziparűzési adóbevételének a felét, az az első nagyiparűzési adófizető fizeti be. Tehát lehet látni ezeknek a vállalatoknak a súlyát, de nyilvánvalóan, hogy nagyon fontos számunkra azok a kis és közepes és mikrovállalkozások is. A bérleti díjakat, amit a tavalyi évben elkezdett a hivatal, azt folytatni szeretnénk. A bérleti díjakból származó hátralékoknak a felszámolása, folyamatosan küldjük ki a papírokat és ellenőrizzük a bérleti díjaknak a bevételét. A 2014-es évi költségvetés tartalmazza folyamatban lévő pályázatainkat, itt lehet látni a támuknál a hivatali szervezetfejlesztés, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támok, az áropályázat, a hivatali szervezetfejlesztés, még van a magyar-szlovén pályázatból is, és a közmunkaprogram az, ami még élő programok is ide tartoznak. Azt is tudni kell, hogy a költségvetésünknek azért a tavalyi pénzmaradványnak a felhasználása segíti ki, hogy a költségvetési egyensúlyt meg tudjuk tartani. 2013-as törvény előírásai alapján köztisztviselői illetmény alap mértéke az idei évben sem változott, mint hogy az elmúlt 10 évben sem változott, vagy talán azon a szinten van? Nem is tudom, hogy mikor volt. 2001, akkor nem 10 év, bocsánat, az elmúlt 6 évben nem változott. Ezért azért beterveztünk egy 5000 forintos étkezési hozzájárulás, étkezési utalványt. Új feladatként lépett be a GESZ, mint önálló intézménynek a költségvetése. Ugye a GESZ fogja koordinálni a karbantartásokat az intézményeknél. Itt a karbantartás, ami közel 25 millió forint, az előző évekhez hasonlóan idén is két ütemben valósul meg. És nagyon fontos elvárás az intézményvezetők részéről a feladatfinanszírozás betartása. Az építkezéseknél a GESZ épületének, székhelyének kialakítása folyik. Ez a volt gimnázium régi épületének a földszintjén, már többször tárgyaltunk róla. Minden bizonnyal március elején már beköltözhet a GESZ abban az épületben, és folytatódik még az Zalaszengrót önkormányzati hivatalnának a felújítása is, ezt mind saját erőből próbáljuk meg finanszírozni. Fontos lesz még, hogy az áropályázat kereteiben egy szavazórendszert fogunk beszerezni, ennek viszont az erős áramú oldalát ki kell építeni a hivatalban. Beszereztünk a részben a közmunkaprogram segítségével részből önerően egy seprőgépet, ami már megérkezett, és a tél elmúltával, vagy normalizálódnak az időjárási viszonyok, már meg is lehet tekinteni, és a futball által beszerzett nagyértékű fűnyírót is mi kezeljük, mi fogjuk felügyelni. A részönkormányzatok keretének meghatározásán továbbra is a 4500 forint per év per fő fejkvót alapján tervezzük. Ez alapján került meghatározásra, de kiegészült egy 1 millió forintos központi fejlesztési
céltartalékkal. A fejlesztéseknél prioritást élveznek ugye megkezdett beruházások, illetve azok a pályázatokat, amik már beadtunk. Itt, amit már említettem is, a Tekenyezalszengot szennyvízcsatorna program előkészítése, a közös önkormányzati hivatal felújítása a KEO pályázatból, a városrendezési tervének a felülvizsgálata, a Katalin lakótelep szennyvíz, illetve csapadékvíz rekonstrukciója, a játszóterek felújítása, amit tavaly elkezdtünk, tavaly körbevettük, idén tartalommal, játékelemekkel is fel szeretnénk tölteni ezeket a játszótereket, és jelenleg is tervezett városrehabilitáció, vízkálerhállítás temetők bővítésére. Egyaránt a temetők bővítésénél elmondanám, hogy ugye két temetőnél az Alaudvarnok és az Alaszentgróti temetőnek a bővítése, és a tisztelt nézők és a képviselők is láthatták, az Alaszentgróti nagy temetőnél a fák, temetőt övező fák, ezek a tüskés akácok kivágásra kerültek. Egyrészt az északi oldalon, arra, mert arra bővül a temető, az út mellett pedig azért vált szükségessé, mert egy jó része már elkorhat a fáknak, veszélyes volt, és egyébként a gazdasági bizottság is döntött róla, hogy ezt kivágják, kituskozzák, rendezik a környezetet, és tujákat, nem tujákat, valami más növényzetet fogunk oda telepíteni. A temető előtt pedig azok meg most a kivágás után látjuk, hogy teljesen életveszélyesek voltak azok a fák. Ez egy sajnálatos esemény is megerősíti ezt a tevékenységünket, hiszen a napokban Kiszengróton kidőlt egy fa, egy veszélyes fa, hat sírt letarolva, úgyhogy fokozottan kell figyelni ezekre a veszélyes fákra. Tehát mindenkinek mondom, hogy most kivágjuk a fákat, rendezi a vállalkozó, ami esetleg kár történt, hiszen lehet látni a temetőnél is, egy-két esetben a kerítéselem megsérült, ezt mind ki fogja javítani a vállalkozó, és megszépítjük, megújítjuk, folytatjuk azt a munkát, amit a tavaly év végén a temető karbantartásánál tesszük, és ha jól látták a költségvetést, és még a ravatarozónak a tetejét is az Alaszentgróti nagy temetőben beépítésre kerül. Hát ez lenne röviden a szöveges része a költségvetésnek. Mindenki átolvashatta, végignézhette. Ugye egy ünnepi évünk van, hiszen 30 éves város Zalaszengrót, ehhez képpen méltóan is szeretnénk megünnepelni ezt a városban. Bizottságok megtárgyalták, és akkor kezdjük is. Átadom a szót a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökének. Valami kiegészíteni valója van, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársak. Nem csak egyszer, majdnem kétszer, ugye a Humán Bizottság miatt is tárgyaltuk ezt a költségvetést. Ott felismerült annak a kérdése, hogy a szervezeteket, sportegyesületeket továbbra is úgy támogassuk, ahogy eddig, sőt, ha lehet, akkor infláció mértékével, ha lehet, akkor emeljük a támogatás mértékét. Költségvetésünk úgymond szűkös, de én elfogadásra javaslom mindenképpen a testületnek. Köszönöm, elnök úr, és jegyzőkönyvnek jelezném, hogy megérkezett Peke László képviselő és Kovács László, úgyhogy kiegészültünk hét főre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szociális bizottság, van valami hozzá? 80. Köszönöm szépen, Humán Ügyek Bizottság. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát két bizottság neveiben is, tehát akkor a... Jó, semmi gond. Most így hozta a sors. Tehát a Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta a Zalaszentgrót Város 2014 évi költségvetési törvénytervezetét, és azt egyhangú elfogadásra javasolta. Ha ismétlek, akkor elnézést, nem volt, amit nem tudom, hogy polgármester miket mondott el, de én egy-két dolgot nagyon fontosnak tartanék elmondani. Az egyik azt a dolgot, ami hozzánk tartozik a Humán Ügyek Bizottságához, hogy a 2014-ben jelentősen növekszik az óvodára a kiadásoknak az összege, amelynek az a magyarázata, hogy az óvodai pedagógusok is megkapják itt az életpálya modellben azt az összeget, amit a pedagógusok, és szeptembertől még egy további béremelésre is lehet számítani. Ez eléggé tisztességes, tehát több 10 millióval növeli meg az óvodára szánt összegeket. Arról is kell őszintén beszélni, hogy
ezek az összegek, amit ugye úgy van, hogy az óvoda fenntartása az a városnak a feladata, de azért azt is kell látni, vagy arra is kell beszélni, hogy a erre biztosított normatíva támogatás közel se fedezi, és a bérösszeg sem fedezi azt, amit erre kell fordítani. Vagyis röviden tömören, az Alaszentgyörgyöd városának jelentős összeget kell ahhoz hozzátenni, hogy működjön az egységes óvoda, bölcsöde és a 2014-ben. A másik ilyen terület az egészségügyi központnak a működéséhez is, hogy azt tudjuk mondani, hogy a korábbi éveknél kevesebb költségvetési összeggel kell támogatni, illetve ilyen pillanatban ugye az egészségügyi központnak is úgy áll össze a költségvetés, hogy van egy jó finanszírozás, és van, amit hozzátesz a város. Ez a tavaly évben 46 millió volt, kérnék segítséget, az ide 30 valamennyi, tehát valamennyivel kevesebb. Tehát ez is 14 millió forinttal kevesebb. Ez annak tudható be, tehát nem lett, és ilyenkor mindig azt is el kell mondani, hogy nem lettek kevesebbek a feladatok, a feladat ugyanazon a színvonalaton kerül ellátásra, sőt azt tudnám mondani, hogy valamivel javult is a feladat ellátás, hiszen kihasználásra kerül mindez a 200 rendelési óra, amit a pályázatban bevállal az Alaszentgyörgyöd város, hanem egyszerűen egy munkaszervezés, illetve a közreműködő orvosokkal megkötött szerződésnek köszönhetően. Beszélni kell arról is, hogy a 2014 januárjától elindult a gazdasági ellátó szervezetnek a működése, amely magába foglalja mindazt a maradványt, ami még megmarad az Alaszentgyörgyöd városának, elnézést a jelzőjét, tehát itt a művelődési háznak a működtetését, a Deák Ferenc általános iskola, a gimnázium és alapfokú művészetoktatás intézménynek a működését, az óvodának a működtetését, a családsegítő gyermekjóléti szolgálat, és ezeknek a működtetését, üzemeltetését a GESZ fogja ellátni. Itt nagyon fontosnak tartom megjegyezni, az Humán Ügyek Bizottságán is előhoztam azt, hogy ez egy 45 millió forintos költséget jelent, de, és akkor most jön a de, de ezek a költségek, ami bekerült ide a GESZ üzemeltetésébe, azok az összegek kikerültek a Deák Ferenc általános iskolából, az óvodába, és nem akarom felsorolkoztatni az összes többi intézményt, vagyis azok a személy jellegű kiadások korábban ott voltak a város oktatási és egyéb intézetébe, most itt összességében csoportosításra került. Összességében elmondható, hogy a 2014 évben a jelenlegi állapotok szerint a humán ügyek nem kerülnek ki rosszul, ha ezt a költségvetést végre tudjuk hajtani. A másik bizottság nevében, mint a bizottság elnöke, én vezettem a gazdasági és városfejlesztési bizottságot. Itt megtárgyaltuk a karbantartási, felújítási munkálatokat, egy hosszabb dilemma és párbeszéd után közös nevezőre jutottunk, amiből azt gondolom, hogy azok az érintett intézmények nem kerültek ki vesztesen, tehát ez a kölcsönös kompromisszum alapján kialakult egy elfogadható ütemterv, és a gazdasági bizottság tagja is egyhangulag támogatja a 2014 évi költségvetés elfogadását. Köszönöm. Köszönöm szépen, csak egy szó az elnök úrhoz, hogy valóban ugye az óvodánál a támogatóprogram keretében az óvodaudvar játszó elemekkel megbővült, a játszótereket is akarjuk, és ugye itt folytatjuk az iskolánál, még az alsó tagozatnál rendbe akarjuk tenni ebben az évben az iskola udvarát, és akkor majd utána jön a másik épület is, tehát arra is ráfér még a felújítás, tehát ugye ezek be vannak tervezve, és szépülni fognak az oktatási intézmények. Parancsoljon. Egy tájékoztatással szeretnék a képviselők számára egy újabb információt adni, mely szerint a költségvetési rendelet kapcsán a szükséges szakmai egyeztetések az önkormányzat fenntartású intézmény vezetők részére megtörtént, illetve a szükséges egyeztetés a kamarával is. Itt az egyeztetés eredményeként mindaz az elvárás, különösen az intézmény vezetők irányába, amely a feladatfinanszírozást érinti, én azt gondolom, hogy nyilvánvalóvá vált és egyértelműsítésre került.
És itt az induló évre tekintettel a GESZ esetében azt lehet látni, hogy a karbantartások, azok a tervezhető munkák, amelyet itt a Gazdasági Bizottság szelektíven elfogadott, ezek az intézmény költségvetésében biztosítottak. Egy általános karbantartási keret került első körben a GESZ részére betervezésre, amelyet látunk már, hogy hatékony felhasználását kell biztosítani, hiszen az elmúlt időszakban már voltak e körben felhasználások is, és ezt a fajta kontrollt szeretnénk leginkább a GESZ részéről elvárni, amely biztosítja, hogy egy hatékony energia, hatékony anyagfelhasználással és humán erőforrás megfelelő irányítása mellett egy jól szervezett, és természetesen az önkormányzattal együttműködve, hiszen a közfoglalkoztatási programra biztos, hogy szükség lesz ebben a feladatellátásban is, hogy itt is a lehetőség szerint mindig kicsit, de előbbre lépjünk a feladatainkban. Ugyanígy vélekedett a kamara, amely a tárgyi rendelettervezettel egyetértés és elfogadásra javasolja a testület számára. Köszönöm szépen, jegyzőasszony. Parancsoljon a tisztelt képviselőtársa, napogánsor, parancsoljon. Én csak a saját magam nevében a saját magam véleményét szeretném elmondani. Csatlakozom a pénzügyi bizottság elnökének a véleményéhez, hogy elég karcsú ez a költségvetés, hiszen akik több évvel ezelőtt is már képviselőtestületi tagok voltak, hozzászoktunk ahhoz, hogy ilyen 1,5-2 milliárd felé tendáló éves költségvetésekről döntöttünk, de ugye az egy más világ volt, egyrészt nagy beruházások, pályázatok, nyert pályázatok finanszírozásával, illetve több intézménnyel való működtetéssel függött össze. Hogyha csak a számokat néz az ember első nekifutásra, és látja, hogy a bevétel és a kiadás közti összegek mínuszt hoznak, akkor azt mondja, hogy hát az elvárt feladatot, hogy mínuszos költségvetést ne fogadjunk el, nem tudjuk teljesíteni, de sajnos, hogy ez van, hogy ilyen adatok jöttek ki, de hála Istennek, hogy van miből finanszírozni. Tehát az előző éveknek a, és azt hiszem, hogy az előterjesztésben is volt egy ilyen megfogalmazás, hogy a mostani is az előző évekhez hasonlóan a felelős gazdálkodást tükrözi, tehát az előző éveknek a tartalékából, maradványából lehet finanszírozni ezt a mínusz 209 millió, ha jól emlékszem a számra, és így tulajdonképpen veszteség nélküli költségvetést tudott a polgármester úr beterjeszteni, és tudunk mi elfogadni, amelyet így már előre mondom, elfogadásra javaslok én és a képviselőtársaimnak. A belsejéből, tehát az előterjesztés belsejéből számomra két olyan dolog fontos, amit szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy bizonyos feladatok elvégzéséhez, finanszírozásához az önkormányzatnak hol kevesebbet, hol többet kell hozzátenni. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy a feladatfinanszírozási támogatás hol emelkedik, hol csökken bizonyos feladatok tekintetében. Viszont egy nagyon örömteli dolgot is olvastam ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy az egészségügyi központ esetében ezt nem ennek okán kell kevesebbel finanszírozni, hanem az ott folyó munkának a minősége, mármint gazdasági minősége, most csak konkrétan maradjunk ennél, tehát minősége miatt kell 14 millió forint, mint ahogy itt az előbb elhangzott, annyival kell, hogy is mondjam, kevesebbet hozzátenni az önkormányzatnak. Ez egy nagyon örvendetes tény. Jó lenne, tudom, nehéz, és ugye nem sok intézményünk van, hogyha valamennyi intézményünknél ugyanez az érv jelenne meg, hogy az ott folyó hatékony gazdálkodás következtében kevesebbet kell hozzá tenni, de azt gondolom, hogy ezekkel az előterjesztésben felhozott okokkal, indokokkal is én azt gondolom, hogy elfogadható költségvetést fogunk most megalkotni és jóvá hagyni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a foglalkozásra. Parancsoljon a képviselő, parancsoljon. Bízom bent, hogy ez a költségvetés csak most karcsú, és évvégére sikerül ezt akár másfélszeresére, és hogyha
elnyerjük azt a jutalmat, amit megérdemlünk, és amiért nem csináltunk veszteséget az elmúlt év alatt, és ezt mások is jutalmazzák, akkor itt ugye röpködnek számok, vagy röpködtek, de bízunk bent, hogy ez a másfélszeresénél is egy kicsit följebb megy. Ebbe bízhatunk. És az is tény, amit képviselők említettek, hogy 2008 óta az egészségügyi központban megszoktuk, hogy mindig csak növelnünk kell a támogatást, és akkor ugye 2013 volt az, amikor visszafele jött, és hát az idei évben én úgy gondolom, hogy mindenkinek az elképzelését is felülmúlta, hogy ott micsoda megtakarítások, munkák vannak, és micsoda munka van az mögött, hogy idáig sikerült ezt lehozni. Nekem csupán egy kérdésem lenne, annak ellenére, hogy én is elfogadásra javaslom, hogy a sportegyesületek, illetve támogatott egyesületek értékelésénél tapasztaltuk, hogy az Alaudvarnak esse 2013-ban a támogatást, amit szerepelt, az visszaadta, és látom, hogy a mostani költségvetésben ugyanúgy bent van. Tehát ezek szerint örvendetes hírnek tudhatjuk be, hogy 2014-ben a sportegyesület újra éled és indul. Sajnos ilyen örvendetes hír nincsen, a lehetőség van meg, egy olyan elképzelés van, hogy esetlegesen nem az ifjak, hanem az örök ifjak esetében az egyesület egy olyan bajnokságban fog indulni. Már nem. Köszönöm szépen. De csak lehetőség. Köszönöm szépen, parancsoljon a képviselőtársaim. Egy mondatot, örülök, hogy képviselő elmondta itt az adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatoknak a támogatását. Nem is az, hogy bízok benne, hát én elvárom azt, hogy kapjunk pénzt abból a 10 milliárd forintból, hiszen írtunk levelet, meg is kaptuk most a héten Tálai államtitkár úrnak a levelét. Az híreket hallhatták, hogy most március 31-ig a 2000 fő alatti településeket, akik nem vettek részt az adósságkonszolidációba, idézőjelben kifizetik, ugye megint ugye mi kicsit nagyobbak vagyunk annál, ugye mi még mindig várunk rá, de én azt akarom, hogy minél hamarabb jussunk oda, jussunk hozzá ehhez az összeghez. Itt valóban repkednek a számok, hogy ennyi vagy annyi. Én számolok 800 millióval is, ha az egyik számot, ha az egyik lakossági fórumon elhangzott számokat azokkal számolok, akkor az 800 millió, ha a másikkal számolok, akkor jóval kevesebb, de mindenképpen én úgy gondolom, hogy ne csak választás ígéret legyen ez a pénz, hanem tényleg kapja meg Zalaszentgrót város, hiszen itt, ahogy elmondjuk, és már nagyon sokan, majdnem mindenki már volt itt az előző ciklusban, az előtti ciklusban, tényleg mindig feszítettek voltak, és az, hogy mi jól gazdálkodtunk, működési hiány nélkül, ez nem csak a mi érdemünk, tehát önkormányzati képviselők, hanem a lakosságnak is, az itt dolgozóknak az érdeme, az intézménybe dolgozók, Zalaszentgrót városba dolgozóknak az érdeme, tehát nem minket jutalmaznak meg, minket képviselőtestületet, hanem a városnak kellene jó példát mutatni, nem azzal, hogy a felelőtlenül gazdálkodókat elengedjük a tartozásokat, hogy meg jól dolgoztak azokat, meg büntetjük, hanem igenis ezt valamilyen szinten el kell ismerni. Van a költségvetésben, az országos költségvetésben erre 10 milliárd forint elkülönítve, csak már végre lássuk. A másik pedig ugye itt a beruházások már a karcsú költségvetéshez, ha már csak a KEO pályázatunk, a szennyvíz, az összejön, akkor már majdnem duplájára nő ez a költségvetés. És ugye ebben az anyagban nincsen, de már foglalkoztunk vele, és az elkövetkezendő évben foglalkozni is kell a következő Európai Uniós fejlesztési szakaszba azokkal a fejlesztési elképzeléseket, amit már meghatároztunk itt a megyei közgyűlés által kiküldött fejlesztési tanácsadókkal, hogy mit szeretnénk elérni, hogy vannak a régi feladataink, a sportcsarnok, amire most beadtunk pályázatot, annak a felújítása, a vízelvezetés, az utaknak a megújítása, ezen kívül ugye főleg a gazdaságfejlesztés lesz egy olyan téma, amit már említettem, egy fórum is indult most a városban, ez a barna mezős beruházások, ez a május együtt vége is a vasútnak, a környékének a rehabilitása, és esetlegesen a foglalkoztatóknak valami potenciális befektetési övezetként való felkínálása, ugye ez a feladatunk, mert ugye ezt a pénzt, amit minden bizonnyal fogunk kapni, hogy ezek kötelezően ellátandó feladatokra kell fordítani, itt utak, építése, utak, hidak, de hát
már mondjuk nálunk van egy-kettő híd, ugye arra is lehet fordítani az közintézményeinek a felújítására, úgyhogy elfér a pénz, de ugye figyelni kell arra, mind olyan beruházás legyen, ami a későbbiekben megtakarítást fogunk elérni vele, tehát mindenféleképpen szerintem folytatni kell azt a munkát, amiben az intézményeinknek az energiatakarékosságát fogjuk fejleszteni. Itt a MIFÁZ-ra gondolok, a mi hivatalunkra, az iskolánál is elfér még szerintem pár ablaknak a cseréje, de nem akarok vitát nyitni, mert ezt már lefolytattuk egy-két bizottságon. Úgyhogy van helye a pénznek, amit adni fognak. Csupán egy kérdés, és azért, ami most a polgármester úr elmondta, az én információm szerint, amit én tudok, tehát ha meg is kapjuk a pénzt, de olyan formában működne, mint a pályázatok, tehát ehhez valami önrészt tenni kell, tehát akármit valósítunk ebből meg. Na most lehet, hogy nem jók az információm, de így van, akkor a költségvetést annyiból érinti, hogy valamilyen formában ennek az önrésznek a keretét kell megteremtenünk, és erre kell felkészülnünk. Vagy csak úgy kapjuk azt a pénzt, hogy azt elköltetjük, vagy valamilyen formában egy önrészt kérnek hozzá, amit én gondolok. Nem, az adósságkonszolidációban az egy az egyben megkapjuk, az nem kell önrész. Itt szerintem ez a minimum, hogy nem kell hozzá önrész, mert amikor szórják bizonyos városoknak a pénzt, tehát ott sem követelik meg az önrészt. Én úgy tudom, hogy nem kell hozzá önrésznek, az én információm azok. Viszont a következő pályázati időszakra viszont oda kell önrész, és azoknak a fejlesztési elképzeléseket, hogy meg akarunk valósítani, ugye azt meg kell tervezni, arra is kell. Azért van a tartalék keret, hogy akkor onnan abból finanszírozzuk ezeket. Parancsoljanak még. Annyiben nincs több kérdés észrevételén, mielőtt feltenném szavazásra a költségvetést, én mindenkinek szeretném megköszönni a munkáját, a hivatal dolgozóinak, az intézményeknek, a dolgozóinak, az Alaszentgrót város lakosságának és természetesen képviselőtársaimnak, hogy én úgy gondolom, hogy jól végezte mindenki a dolgát, és bízunk benne, hogy ez a karcsú költségvetés az idők folyamán azért egy kicsit meg fog emberesedni. Úgyhogy én szeretném feltenni a kérdést, aki az Alaszentgrót város 2014 éves költségvetésével egyetért, az kérem kész feltartással jelezze. Ellenvélemény, tartózkodás nélkül egy hangon 8 igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek. A régi 5-ös számú napirendi pont új 8-as, 9-es? 9-es? Vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Nem először van előttünk ez a rendelet, hiszen rendet szeretnénk tenni ebbe a rendeletbe a piacon. Azt szeretnénk elérni, hogy minden vállalkozó, aki kint van, annyit fizessen helypénzgyanánt, amit elfoglal. Ez gondolom nem egy utópia, hogy ezt várjuk el. Viszont látni kell az, hogy az elmúlt évtizedek gyakorlata az volt, hogy volt egy magas piaci helypénz, és úgy próbált mindenki trükközni, hogy jóval kevesebbet vallott be, vagy kevesebb után fizetett. Én azt szeretném, és mi azt szeretnénk, hogy legyen rend, mindenki annyit fizessen. Ehhez viszont többször is tárgyalva a piacosokkal, több kört megfutva, úgy gondoltuk, hogy kicsit mérsékelni kellene az árakat, az alaszentgróti lakosoknak kedvezményt kellene biztosítani, előre kellene szedni a pénzt, mi is előbb jutunk a pénzünkhöz, ehhez is egy kis kedvezményt kellene biztosítani, és mindezek figyelembevételére, hogy ennyi kedvezményt biztosítunk, így leviszük az árakat, számításaink szerint még így is több pénz fog befolyni a piacból, egy szabályozott piacból, mint az előtti években, amellett, hogy esetleg több pénz is befolyik, a másik meg az, hogy tényleg le lesz szabályozva, hiszen minden rendelet annyit ér, amennyit betartanak belőle, és mi szeretnénk, hogy ez a rendelet minél többet érjen. Ezért van most ismét ez a módosítás, már kötik a szerződést a műszaki osztályon a piacosokkal, vagy nem is a szerződés, még először csak az igényeket jelentik be, hogy hol szeretnének lenni, akarnak-e, éves szerződést akarnak kötni, stb. Tehát azért van szükség erre. Lehet, hogy még finomítani kell rajta, de most én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó alap már így összességében ez a rendelet. Pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta ezt a rendeletet, hogy igen, pénzügyi és igen, és a gazdaság is. Elfogadásra javasolták. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése, észrevétele?
Aki elfogadja a vásárokra és piacokról szóló önkormányzati rendelet módosítását, ez kérem kész feltartás jelezze. Egyhangúan 8 igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. Régi 6-os, új 10-es számú napi rendi pont, választási kampányszolgáló hirdetőberendezések és plakátok köztereten és középületeken történő elhelyezésének szabályozására szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Szintén ezt a célt szolgálja, hogy amit benne foglaltatik, az utoljára 94-es rendelet volt, olyan területeket jelölt ki, amik már nincsenek meg, mert beépültek, hanem semmilyen plusz szabályozás nincsen benne. Annyi van, nyilvánvalóan, hogy mindenki a tulajdonostól függ, hogy kihelyezhetik vagy nem. Középületeken, önkormányzati épületeken nem lehet kihelyezni plakátokat, nem lehet műemlékeken, stb. Stb., ami teljesen egyértelmű. Ezen kívül mást nem tilalmazunk nekik, nyilvánvalóan tulajdonos beleegyezésével, vagy olyan hirdető, mobil hirdető berendezéseken lehet használni. Tehát ez is csak egy pontosítás volt, egy életszerűvé tenni ezt a rendeletünket. Valakinek kérdése, észrevétele? Parancsoljon a fogadásra. Nekem egy olyan kérdésem van, lehet, hogy nem olvastam el teljes figyelmességgel ezt a rendeletet, vagy az előterjesztést. Egy régi rutinos plakátolóként szeretném a későbbiekben ugyanezt a tevékenységet folytató szervezetek, magánszemélyek, teljesen mindegy, tehát aki ebben az ügyletben részt vesz, hogy ne csak arra legyen mindenkinek gondja, hogy hogyan és miként van kihelyezve, hanem hogy hogyan és miként van utána eltüntetve. Mert azt gondolom, hogy nem vet senkire, de leginkább a kihelyezőre jó fényt, hogyha a választás lezajlása után körülbelül 3-4 és sokkal több hónap múlva is még ott virít a plakát bizonyos helyeken. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt, nem tudom, van valahol benne? 10 nap. És egyébként jó. 30 napon egyébként, 6. szakaszban benne van. Oké, bocsánat, akkor valahol átugrottam. Akkor tovább megyek. Lehet-e esetleg egy olyan rendelet módosítást javasolni, hogy ennek valamiféle szankciója is legyen? Az is benne van az a 7. szakaszban. Akkor tényleg nem olvastam rendesen. És akkor itt is alkalmazni lehet azt, hogy a rendelet annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle. Igen. Jó. Eddig is bent volt a rendeletben ez a szankció? Nem. Nem. Jó. Oké, köszönöm szépen. Még egy dolgot ehhez, hogy azért látszik, ahol rendben van tartva valami, ott megszűnik. Csak egy példát mondok, az OTP-nek az oldala Batthyány utca felőli részén, ami tele volt ragasztva ott mindennel, meg mindig mindenki oda pakolgatott, ugye közmunkásokkal leszedettük, kiszedettük belőle azokat a belövőszögeket, lefestettük, és most ott nincsen plakát, ellenben a régi OTP helyének, vagy kettőt kiragasztottam, most furra tele plakátolják. Tehát nyilván a plakátolók is látják, ahol rend van, oda nem plakátolnak, ahol nincs rend, meg plakátolnak, de mivel ugye az egy magántulajdon az az üzlet, hát ők nem szólnak érte, nyilvánvalóan mi maximum azért tudunk szólni, az utcaképet rontja, vagy valami fel tudjuk szólítani, de mondjuk, ha az Alaszentgrót városnak, az önkormányzati hivatalának az oldalára akarnak, vagy a magánháznak a kerítésére, nyilván ott a tulajdonos engedélyén múlik, hogy engedi, vagy nem engedi kihelyezni. Nyilvánvaló, itt is ugye azért kampányban minden előfordul, főleg ezek a matricás rendszerek, amikor utána kapargálni kell, mert egy kihelyezett plakátot azért könnyebb eltávolítani, és benne is van tényleg, hogy vízoldékony ragasztóval történő plakát elhelyezésnek a kikötése van. A csiriszt. Úgyhogy ezt is tényleg minden rendelt annyit tart, ezt bekívánjuk tartani a következő. Nem is olyan távolban lesz, hiszen április 6-án már lesz választás, és valószínű, hogy meg fognak jelenni itt is a plakátok, majd május 28-án, és majd még az évben lesz még. Köszönöm szépen, rendelettel valakinek kapcsolatban van kérdés, észrevétel, amennyiben nincsen, aki a rendelet módos felülvizsgálatával és megalkotásával egyetért, ezt kérjen készfeltartás jelezze, ellenvélemény, tartózkodás nélkül 8 igennel egyhangban elfogadtuk.
És akkor most jön az eredeti számozás, 11-es számú napirendi pont, közterület elnevezése. Nem először foglalkozunk vele, már az előtti képviselőtestületi ülésünken is. Nem fogom elolvasni az előterjesztést, hanem határozati javaslat az lenne, hogy az Alkamáti utca közterület elnevezése megváltoztatás tárgyába 2014 év első fél évi munkatervén szereplő 2014 április 24. képviselőtestületi ülésen döntsön a képviselőtestület, és ugye a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, ott pedig a képviselőtestület ebben a határozatban felkéri, hogy az utca elnevezésére vonatkozó javaslatát terjeszte a képviselőtestület elé, határidő, hogy április 24, az a képviselőtestület ülés elé, és akkor a képviselőtestület pedig dönteni fog ezzel kapcsolatban, hogy mi legyen az új közterületnek az elnevezése. Parancsoljanak, kérdés, észrevétel. Parancsoljanak, ilyen képviselő. Megint lesz módosító javaslatom, mint múltkor is, majd amikor oda jutok, akkor megpróbálok pontosan fogalmazni, hogy ne legyen olyan utólagos esetleges észrevételizésem. Az lenne a, most még nem szövegszerűen a javaslatom, hogy ne az Alkamáti utca elnevezés megváltoztatása tárgyában döntsünk április 24-én, hanem az új elnevezésről. Ez lenne az egyik, majd mondom, hogy hova javaslom betenni a szöveget. A másik pedig az, hogy valahogy meg kéne azt fogalmazni, de hogyha más nem lesz, akkor én megpróbálom megfogalmazni, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság milyen határidővel köteles megtárgyalni a beérkező javaslatokat és véleményezni. Mert itt úgy érzem, hogy lehet esetleg egy olyan, hogy elhúzódik amiatt, hogy nem tűzi napirendre, vagy nem időben, és akkor nem tudja majd, nem lehet az előterjesztést az április 21-i testület elé terjeszteni. A harmadik, amit polgármester úr nem olvasott fel, van egy harmadik bekezdése is ennek a határozati javaslatnak, ami fontos. És én itt kérdést szeretnék feltenni, hogy mi ez a szükséges állásfoglalás megkérése? Ez az MTA? Vagy és milyen szükséges? Olyan javaslatok például érkeznek be. Tehát pont azért, hogy ez az előterjesztés április 24-én bármilyen olyan javaslat érkezik időközben, mert miért ne jöhetne akár kitől, hogy ez április 24-én megint tárgyalható legyen, tehát a folyamatot közben tudjuk tovább vinni ezeket a lépéseket, hogy tegyük meg. Jó, csak itt az a kérdés, hogy ugye a jogszabály úgy szól a törvény, hogy a testület, tehát a képviselőtestület a döntése során felmerül kételj a névvel kapcsolatban, akkor azt én szerintem a testület elé kell hozni, hogy eldöntse a testület, hogy az a név az beleesik-e abba a kételybe, vagy nem esik bele. Én feltételezem, hogy az általam javasolt, korábban is azóta írásban is javasolt név, ha nem lesz más, az nem kell az MTA. Tehát nem is erre gondoltunk, hanem adott esetben most, ha ismételten elindítjuk ugyanazt a folyamot, amelyet én azt gondolom, hogy megtettünk, hogy a lakosságnak az érintettek, hogy egyeztettünk, hogy itt a lakossági fórumon is indokolt, hiszen a képviselőrök is ezt az igényüket fejtették ki, hogy az érintett lakosság fejthesse ki a véleményét, és a lakossági fórumon ez lenne az egyik fő célkitűzése is a kihelyezett ülésnek. Ez megtörténhessen. Bármilyen olyan javaslat jön be, hogy tényleg a testület kerüljön abba a helyzetbe, adott esetben április 24-én, hogy döntés is hozható legyen, és akkor ne indítsuk el megint ott az április 24-én azt a folyamatot, hogy akkor állásfoglalást kérünk, és a következő, mert akkor ebből nagy valószínűséggel április 24-én sem lesz semmi. Pont ezért mondtam, hogy azért az, hogy most bejön egy név, azt ki fogja eldönteni, hogy most... Most még lesz napirendünk, tehát én azt gondolom, lesz még képviselőtestületülés. Ha ilyen esetleg előfordul, nincsenek akadálya a testület tárgyalja. De azért, hogy segítsük ezt a folyamatot, és ugye nem egy utca elnevezésre fogunk rendkívül üléseket összehívni, én azt gondolom, hogy itt a folyamatot segítendő ez a fajta feladat kijelölés, hiszen azért az MTA nem 30 napos ügyintézési határidőt tart. Én nem véletlenül. Pont mi is ezért gondoltuk, hogy minden olyan lépés lehetőség szerint tegyünk meg. Mindenképpen. A szükséges. Szükséges. Úgy van benne, hogy a szükséges állásfoglalás megkérdése. Úgy gondolom, hogy ne essünk abba a hibába, mert hogy most... a Gorki utcát javasolja az ember, utána megszavazza a képviselőtestet, mert úgy gondoljuk, hogy
Gorkiról le tudsz átelmezni, utána meg így jön a levél, hogy nem lehet. Tehát, jó, de bocsánat, tehát minden nevet nem kell az MTA-re terjeszteni, csak az, hogyha... Már biztos, hogy biztos. Nem. Csak olyan nevet, aminél kétség merül fel a tekintetben, hogy a 20. századi önkönyvelő rendszerhez kapcsolódik, vagy nem. Csak ugye ez megint emberek vagyunk, valakinek kétség merül fel, valakinek nem. De miért merülne fel mondjuk egy Szent Gellért? De hát az utca lakói javasolhatnak mást. Tehát nem feltétlenül. Persze, hogy azért alig várom. Mondjuk, alig várom. Javasolják, persze. Most nem akarom mondani, Martól Lajost, hogy nyomozzuk ki, hogy ki volt, vagy nem tudom, hogy hogyan lehetne mondjuk ezeket. Jó, de a testületnek kétsége merül fel, csak akkor kell megkeresni az MTA-t. Én azt gondolom, hogy ha ezt igazándiból döntési helyzetbe segítsük, én ezt fontosnak tartanám, hogy ezt a folyamatot tudjuk időben elindítani. Nem, ha a 30 napot, még a 90-et sem tartja be az MTA. Holott elvileg jogszabály szerint kívánunk egyébként, én azt gondolom eljárni, és eddig is ezt a részét tekintettük fontosnak, de az, hogy április 24-én, hogy itt döntés születhessen, mert ugye itt elvileg a testület már döntött valamilyen irányban, hiszen van egy többséggel meghozott döntése, itt már csak a névválasztás van hátra, igen, hogy ez a 24-én megtörténhessen, és ne fussunk még plusz köröket, és lehet, hogy itt majd lesz egy dömpingjavaslat, de lehet, hogy egyáltalán nem lesz javaslat, lehet, hogy a gazdasági bizottság is tesz egy javaslatot, ugye meglátjuk, hogy milyen irányba mozdulunk el ezen a téren, de hogy itt döntési helyzet legyen. Tehát én ezt azt gondolom, hogy indítsuk el ezt a folyamatot, meglátjuk, hogy milyen javaslatok vannak e téren. De pont akkor nem lesz döntési helyzet, hogyha olyan névbe is megkérjük az MTA alasoglását, amit nem kellene, és el fog húzódni fél éve. De ettől a testület még dönthet úgy, hogy milyen nevet választ. Jó, akkor az első bekezdésnél az lenne a szövegszerű módosításom, amit ma mondtam is, hogy tehát úgy határoz, hogy a közterület 2014. június 30-tól hatályos elnevezéséről, és utána első fél munkatárban szereplő április. Én akkor egy olyat javaslok, hogy ennek a helyrajzi számát rakjuk be, jó? Milyen közterület? Tehát ne az legyen, hogy az Alkalmáti utca, hanem az ilyen helyrajzi számú közterület. Ez így jó? Jó, közterület, persze. Akkor persze. Ez lesz a módosító, jó. Tehát majd megnézzük, hogy pontosítjuk, hogy mi a közterület jó. Pontos helyrajzi száma, de az akkor azt rakjuk be. Az elnevezéséről döntünk. Jó, elnevezés. Jó. Tárgyáról. Jó, akkor az elnevezés. Tárgyában azt kiúztuk, igen, jó? Tehát ilyen helyrajzi számú közterület elnevezés tárgyában. Jó. Ezzel marad. Jó. Igen. Akkor nekem még mindig itt az a kérdésem, hogy nem lehetne egy határidőt arra, hogy mi az, ameddig javaslatot lehet tenni, hogy akkor a bizottság időben meg tudja tárgyalni, és időben véleményezhesse. Én most ezt nem tudom, hogy nincs nálam a hatályos rendeletünk, de itt a közterület elnevezésre nem tudom, akkor azt meg kellene még néznünk. Azzal, hogy a beérkezett javaslatokat véleményezi a bizottság. Az elmúlt időszakban ezelőtt is úgy készítettük elő, hogy a lakosságot intéztünk egy felhívást, abba egy olyan beszámítható időt rögzítettünk, hogy az április 24-ét megelőző második hét, 24. képviselőtestület ülést megelőző második héten tartandó bizottsági ülést jelöltük meg határidőben, hogy mert így tud a bizottság csak gyakorlatilag a beérkezett javaslatokról. Tehát ezelőtt is így történt felhívás. Itt van benne, tehát ugye itt felhatalmazza a polgármestert a közterület elnevezés megváltozás szóló döntés előkészítésével kapcsolatban. Tehát 24-e előtt biztos, hogy lesz bizottságülés, de ha nem lesz, akkor meg gondoskodok róla, hogy legyen is akkor. De lehet, mert nagyon sok napi rend lesz már a munkaterv szerint. Be lehet írni, de nyilván, ha még nem is értek egyet vele, de hát azt a munkát nem fogom akadályozni vele, hogy az ember ne rendezze el, hogy a gazdaság. Bocsánat, tehát múltkor én ezt a második bekezdést, ezt én javasoltam, és akkor is belekerült ez, hogy felkérjük a bizottságot. Most viszont mégis azt mondom, azért nem jó ez. Egyrészt ez a bizottság is tehet javaslatot a rendelet szerint, másrészt ugye véleményezi. Tehát nem ő teszi a javaslatot, hanem véleményezi. Igen, de pont azért írtuk így, mert nem biztos, hogy lesz egyáltalán javaslat. Tehát természetesen minden bizottság, nem nevesítjük, de adott esetben lehet, hogy még az ügyrendi bizottságra is be kell vinnünk adott esetben valamilyen jogkérdésben, amit nem biztos, hogy a gazdasági fog eldönteni, de én azt gondolom, hogy amikor egy rendelet nevesít egy hatáskört, akkor azt egyenként a határozatban nem rakjuk be. Jó, de csak annyi van, hogy véleményezi.
Így van, de amennyi az a rendelet szerinti a hatáskör, az így természetesen megteszi a bizottság. Itt elsősorban arról szól a döntés, hogy ha beérkeznek javaslatok, az szerint véleményezi, és lehetőség szerint én azt gondolom, hogy a bizottság adott esetben a lesz több javaslat, azok közül véleményez, és egyet mondjuk kijelöl, és arra teszi le a voksát, és arra azt terjeszti a testület elé. Jó. Akkor... Képviselő úr, akkor módosítsunk itt valamit, vagy van módosító javaslat? Igen, az már... Második két behelyezéssel kapcsolatban. Jó, én ezt elfogadom, elfogadom a szóbeli kötelezettségvállalást, hogy a két héttel előtt. Tehát ugye a testületi munkát megelőző bizottsági üléseket alapvetően tervezzük, és úgy szervezzük, hogy gyakorlatilag a testületülést megelőző két második héten vannak a bizottsági ülések. De ugye, bocsánat, ugye határidő itt van, április 24. Ugye az a végső. Tudom, de hát addig nyilván akkor ezeket a feladatokat el kell végezni. Mint hogy az egyébként a többi testületi határozatnál is, amikor vannak határidők, azt ugye úgy ütemezzük, persze, hogy mind a bizottság, mind a testület abban a határidőben meg tudja tárgyalni a napi rendet. Ha valakinek van javaslat az a bizottságnak, hogy ide küldje meg, ahogy ti ennyi képviselő úr is tette, és akkor mi majd a bizottság elnökének, akkor az a bizottság ülésen beterjesztjük, és akkor véleményezik ott, és akkor jön 24-én. Akkor olvasom, hogy az Országgyűlési Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy a nem tudom hány helyrajzi számú közterület elnevezés tárgyában a 2014 év első félévi munkatervben szereplő 2014. április 24-i képviselőtestületi ülésen dönt. A képviselőtestület felkéri a Gazdaság és Városfejlesztési Bizottságot, hogy az Alkamáti utca elnevezésére vonatkozó javaslatát terjeszte a képviselőtestület elé. Akkor nem, hogy az ilyen helyre számú közterület elnevezésére, jó? Jó. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a közterület elnevezés megváltoztatásáról szóló döntés előkészítésével, ugye ez a bizottság kapcsolatos valamennyi további szükséges intézkedés megtételére, valamint a szükséges állásfoglalás megkérésére. Akkor itt is húzzuk ki a megváltoztatás, és akkor csak elnevezés legyen, hogy akkor már legyünk mondanak veszélyesek. Elnevezésről szóló, elnevezéséről. Akkor ez így pontos minden, így elfogadható, valakinek kérdése észrevétele még. Akkor így ezzel a formában, és ugye a helyrajzi számot majd mi későbbiek beírjuk, aki ezt a határozatjavaslatot elfogadja, ezt kérem tiszteletartásra jelezze. Ellenvéleményt tartózkodás nélkül egyhangúak elfogadtuk. Köszönöm szépen. 12. számú napirendi pont, adásvételi szerződés megkötése kivett beépítetlen önkormányzati területekre. Lefolytatta az Országgyűlési Városi Önkormányzata ugye a pályázatokat ezekre a területekre. És jött rá egy vevő, valakinek kérdése és szerintem ezzel kapcsolatban a Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Szabó Gyula. Szabó Gyula. Ja, elfogadásra javasolta. Igen. Köszönöm. Valakinek kérdés észrevétele. Amennyiben egyetértünk határozati javaslattal, azt kérem tiszteltartással jelezzük. Ellenvéleményt tartózkodás nélkül 8 igennel megszavaztuk. 13-as számú napirendi pont a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kábítószer prevenciós programok támogatására megkérdezett pályázat B kategóriában pályázat beadása és önrész biztosítása. Az előterjesztésben olvashatják, egyébként ez már egy kész pályázat, ezt szeretnénk, hogyha beadnánk, és ehhez egy lenne egy önerő, egy 108.900 forintos önrész, és itt a határozati javaslatban szerepel a második részben az, hogy Zalaszentgyörgyi város létrehozza a kábítószerügyi egyeztető fórumot, felállítja az önkormányzat. Ez egy feltétele is a pályázatnak, de nem csak emiatt, hiszen fontos az, hogy különböző civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, a bizottság, az önkormányzat egyes tagjainak bevonásával és szakemberek bevonásával létrehozunk egyet, hiszen tudjuk jól, hogy ha nem is annyira fertőzött, mint más nagyobb városok, Zalaszentgyörgyi, de jelen van. Nyilván az a célunk, hogy ezt teljesen megszüntessük, és a legkisebb mértékben ugye minimalizáljuk ezt a veszélyt. Parancsoljon a pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta itt az önerő részéről, tudjuk biztosítani. A bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasoljuk, főleg azért, mert ez egy valós veszély, és itt leselkedik a környékünkön bármikor a város
lakói, vagy az itt élő fiatalok kapcsolatba kerülhetnek vele, pályázzunk. Köszönöm szépen. Parancsoljon! Valaki a kérdés észrevételre, amennyiben nincsen, akkor egybe szavaztatom meg a két határozati javaslatot. Nem külön-külön. Az első, hogy a pályázat beadásáról a határozati javaslat szerint, aki támogatja, az kérdésfeltartást jelezze, elemén tartott fel nélkül 8 igennel, és a kettes számú határozati javaslat, aki egyetért, hogy a Zarcengrót, a kábítószerügyi egyeztető fórumot felállítsa, és megbízza ezzel a dr. Simon Beáta jegyzőt, hogy a szervezet és működési szabályzatot előkészítse, az kérdésfeltartást jelezze, elemére még tartott fel nélkül egyhangúan 8 igennel támogattuk. Köszönöm szépen. Ismét egy pályázat, első világháborús történelmi emlékét őrző emlékművek rendbetétele, ugye centenárium évhez érkeztünk az első világháború kitörésének 100. évfordulójához. Ide is kell önerőt biztosítani. Itt a pályázathoz szükséges maximum 500 000 forint összegű önrészt a 2014 évi költségvetés első világháborús emlékmű karbantartása soron biztosítja. Pályázatot, ha a képviselőtestület dönt, akkor beadjuk, és nyilván az önrész az attól függ, hogy mennyit pályázati összeget sikerül elnyernünk. Valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincsen, aki támogatja ezt a határozati javaslatot, az kényfészfeltartással jelezze, ellenvélemény tartózkodás nélkül egyhangban támogattuk. Köszönöm szépen. 15-ös számú napirendi pont, egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályról szóló BM rendeletben foglalt pályázat benyújtása. Ezt már említettem, ez a sportcsarnoknak a belügyminisztérium által kért pályázatának a felújítása, az igényelt támogatás közel 20 millió forint, az önerő pedig közel 5 millió forint, pontosabban 4.997.936 forint az önereje. Le van írva az előterjesztésben, hogy mit szeretnénk a sportcsarnokon megvalósítani. Ha elnyerjük ezt a pénzeszközt, nem tehetjük hátra a kezünket, ez nem azt jelenti, hogy a sportcsarnok teljesen rendben van. Ezt felújítjuk, normalizáljuk, hiszen rendbe hozzunk belőle olyan dolgokat, mint a vizesbok, stb. De statikailag, meg ezt a részt egy teljes körű felülvizsgálatot meg kell tennünk, de az meg szerepel a költségvetésünkben ezeknek a tervezése. És ehhez ugye el kellett készíteni, vagy módosítani a szervezeti működési szabályzatnak a sporttal kapcsolatos feladatokat, és ugye itt még a 3-as határozati javaslatban pedig sportszervezetek része működési célától a pénzeszköznél egy összeget kellett rögzíteni. Valakinek kérdése, észrevétele, parancsoljon. Az eredményjelző tábla bent van. Bent. Nem. Legyen meg. Igen, mert beszélgettünk róla egyébként már igazgatóúrral már múltkorában, nem tudom, 2-3 hónapja, vagy talán még annyi sem volt, beszélgettünk róla. Vannak egyébként nem is olyan drága eredményjelzők vannak, de azt tudni kell, hogy azok nem ekkorák. Tehát, hogy egy ekkora nagyságú eredmény, az majdnem annyiba kerül, mint ez a támogatási összeg. Vannak jó áron, jó minőségű, de az nem ekkora. Tehát, hogyha lecseréljük, akkor senki ne csodálkozzon rajta, hogy úristen, csak ekkora. Parancsolj igazgató. Köszönöm a szót. Tehát én, hogyha ezt elnyerik, a múltkor is azt mondtam, hogy ezt be kellene adni, illetve kellene ezzel foglalkozni a sportcsarnoknak a koncepció szerinti felújításával a sportcsarnok megnyitása óta nem foglalkoztak. Tehát ez azért a Zalaszengrót korábbi képviselőtestületeinek egyfajta hiányossága, és mára a sportcsarnok olyan állapotba került, ami félő, hogy balesetet is fog okozni. Én csak egyetlenítet kiveszek a várható felújítások közül, a fekete sugárzók védelme, egy ilyen egyéni vállalkozó által elkészített valamilyen vas szerkezet volt eddig rajta, egy erősebb labdával szépen leszakadt. Egy jó hónapja küldtem is róla a fotót, hogy csináljon vele valamit az önkormányzat. Egy olyan, hogyha leesik az a 8-10 méteres magasságba, a gyereket otthasítja ketté.
egy tétel. De el tudnám mondani a csarnoknak a vizes blokkját is, akik rendszeresen látogatják a csarnokot, azt tudják, hogy a büfé körül elviselhetetlen az illat néha, ami nem a takarítás hiányossága, hanem az, hogy még az elvezető az vélhetően eternicső, ami már átázott, az se biztos már, hogy odafolyik az anyag, ahova kell. Megint nem nyúltak hozzá. Az megtörtént, hogy egyik-másik WC csészét vagy piszoárt lecseréltek, de a további, tehát a piszoár és a köztelevő része nem foglalkoztak 88 óta. Az meg egy nagyon nagy idő. Nem akarom az összes többit mondani, de amit polgármester úr mondott, ha ez bejön, akkor ez egy csepp a tengerbe, ami a sportcsarnokba vár. Tehát ez egy elég jelentős feladat, amit meg lesz belőle oldva, de ez még nem a végső megoldás. Köszönöm szépen. Parancsolj! Köszönöm szépen a szokpolgármester, hogy az előző pályázatban le van írva a szövegbe, hogy miért nem sikerült pályázatot nyerni. Volt valami kifogás, vagy pénzhiány volt az oka? Semmi. Egy soros válasz. Hogy nem lehetünk. Igen. Jó. Köszönöm. Köszönöm. Valakinek még kérdése észrevételem? Parancs. Csak egy megjegyzés. Nem ide kapcsolódik, de ha már sportról és sportcsarnokról van szó, a részönkormányzat vezetőknek a figyelmét szeretném felhívni a február végén és március elején lévő részönkormányzati újrainduló sporteseményekre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ha nincs több kérdés észrevétel, akkor itt viszont egybe szavaztatom meg a három határozati javaslatot. Aki egyben a három határozati javaslatot egyetért, az kérem tiszteletartásra jelezze. Ellenvéleményt tartózkodás nélkül egyhangon elfogadtuk. Zártuk. 16-os számú napirendi pont. Intézményvezetői pályázat elbírálása. Köszöntöm dr. Aljari Mohamedet, az intézmény mostani vezető helyettesét. Ő egyébként nem kérte az zárt ülésen való tárgyalást. Mindenki megkaphatta a pályázati anyagot. Átolvashattuk. Itt már többször foglalkoztunk vele, és mind csak dicsérő szavakkal, hogy sikerült 2013-ban csökkenteni a költségeket. A Humán Ügyek Bizottsága tárgyalta. Elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A egészségügyi központ vezetői munkakörére két pályázatra egy személy adta be a pályázatát. Jelen volt a bizottsági tárgyaláson az orvosi kamara elnöke is, és ő is támogatásra méltónak, illetve elfogadónak ítélte meg a beadott pályázatot. Azt kell látni ebbe a pályázatban, hogy képviselőtársaknak is mondom, hogyha belenéztek, kaptunk az egészségügyi központról egy olyan átfogó elemző munkát, amit mi a későbbi tevékenységünkbe fel tudunk használni, vagy aki majd ebbe dönt. Tehát végre láttuk azt, hogy ez az egészségügyi központ miről szól, miből áll össze a finanszírozása. És itt már a költségvetési Zalaszentgyörgyi város költségvetésének elfogadásakor kerencsőképviselőtársam és magam is említést tettünk arról, hogy az eddigi megbízott vezetői munkának köszönhetően az egészségügyi központ támogatási összege csökkent. És én azt is meg szeretném említeni itt, hogy ez a pályázat nem arról szólt, hogy egy ilyenféle lótos, tehát a bibliai lótos visszafele nézek és visszafele mutogatok, hogy mi nem volt tökéletes és mi nem volt jó, és hát az előbbibe láttuk, hogy az is vezetett sehova, mert ő is próbálványa változott ugyanúgy, mint annak idei Lót felesége. És én nagyon nem szeretem azt, amikor valaki átvesz valamilyen pozíciót, és akkor azzal kezdi, hogy mit, hogyan, merre. Egy nagyon rövid történetet az időbe belefér. Az egyszeri TSZ elnök is, mikor átveszi a pozícióját, akkor talál a
az asztal fiókjába 3 borítékot, és mondják neki, hogy mindig zárszámoláskor nyissa ki. Az elsőbe az van írva, hogy fogjál mindent az elődödre, a következő évbe fogjál mindent az időjárásra, és a harmadikban az van, hogy írj 3 borítékot. Ebben az esetben nem ez történt, tehát doktor úr nem ezzel foglalkozott, hogy ki mit, merre, meddig, és azt is fontosnak tartom, hogy ebben a pályázatban pozitívan elismerte dr. Varga Tamásnak azt a tevékenységet, amit az egészségügyi központ élén tett és cselekedett. Én azt gondolom, mind a magam, mind pedig a bizottság nevében, hogy a doktor úr kinevezését messze menőkig támogatom, illetve támogatjuk, mint a bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. Parancsoljon, doktor. Köszönöm, polgármester. Én is a elnök úrnak a szavaival kezdeném. Maximálisan támogatom a Aljai Mohamed főorvos úrnak a igazgató főorvosával a kinevezését, már csak azért is, hiszen az elmúlt egy év, azt hiszem az ékes bizonyítéka volt arra, hogy jól végzi a munkáját, belerázódott a munkába, és még egyszer én is köszönöm személyesen is, hogy utaltál az előző 21 évi munkámra, és utána ezt szeretnék folytatni. Még egyszer köszönöm. A bizottság ülésen azt is elmondtam, remélem a főorvos meghallgatja, illetve megfogadja, hogy az építmény annak idején azért lett kialakítva, és azért történt olyan műszerbeszerzés, hogy minél több magasabb színvonalú betegellátást kapjunk, illetve kapjanak a betegek. Említettem azt hiszem egy területet, de azóta utána gondoltam, talán még 2 olyan van, ahol igazából nincs kihasználva, de lehetséges, hogy a főorvos, hogyha átnézi a többi szakterületeket, és még ott is talál olyan műszeri vizsgálatokat, vagy egyéb vizsgálatok, manuális vizsgálatokat, amit talán nem úgy végeznek, vagy nem teljes egészében végeznek. Az egyik az, hogy ott van egy csúcsszuper 25 milliós úton készülék, amit igazából a nőgyógyászat szülészeti részen nem nagyon használnak ki. Ez az egy dolog, a másik, hogy szintén nőgyászati részen van egy fagyasztó koagulátor, amit abszolút kisebb pont van, információm szerint valami raktárban áll. Elég drága volt ez annak, én ez a készülék, és éppen az egyik kollégám, aki itt helyettesít, az mondta, hogy kellene ilyen készülék, mondom, nem kell, hanem van, csak ezt utána kell nézni, hogy működtetni kell, zárva megjegyzem, hogy igaz, hogy belekerül a működtetése, számot mondok 68.000 forintba, mármint havi szinten, de bejön körülbelül 200.000 forint, tehát itt is lehet javítani az ellátást. Illetve annak idején a galván fődőkezelés a fizikoterápián nem nagyon indult be. Nem tudom, ez hogy áll, de hogyha nem, hogy is mondjam, nem használják ki, akkor ezt szíves figyelmet beajánlanám, mert ennek néz utána is, hogy milyenek azok. És még egyszer maximálisan támogatom az igazgató főorvosok kinevezésedet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Parancsoljon. Csak már egy gondolat, bizottság ülésen is elmondtam, de úgy gondolom, hogy a számok önmagukért beszélnek, és erről nem is érdemes vitát nyitni. Én azért egy kicsit az utóbbi időben jobban ismerem, többet látogatom az intézményt, és hát nyugodtan kimerem jelenteni, hogy a számok megfelelnek a valóságnak, illetve az pályázatban leírt dolgok. Én sok sikert kívánok továbbra is. Köszönöm szépen. Ugye annak idején jelentkezett a polgármester? Majd utána. Egyszerű. Szerintem. Ugye annak idején az önkormányzat ez a felújítással letette a voksát abba, hogy Zalaszentgyörgyön az egészségügyi ellátást növelni fogja, de szerintem azelőtt is a minden képviselőtestület, vagy azelőtt a tanácstagok, VB-tagok is mind elkötelezett hívei voltak annak, hogy Zalaszentgyörgyönnek, mint körzetközpontnak az egészségügyi ellátását, az itt élőket, az itt élő városlakókat és környéken lakóknak az egészségügyi ellátását, életminőségét javítsák. Nyilvánvalóan ebben nagy szerepe van a pénznek is, hiszen az, hogy felépült, ahhoz is pénz kell, és ahogy látjuk a működtetéshez is pénz kell, és én úgy gondolom, hogy a városi önkormányzat mindig maximálisan támogatta egy bizonyos határig ezeket a fejlesztéseket. De én úgy gondolom, hogy akkor, amikor mi úgy döntöttünk, hogy
megújítjuk ezt az intézményt, mind az alapellátás, mind a járóbeteg szakellátás. Utána döntöttünk, nagyon súlyos, felelős, teljes döntésünk volt arról, hogy vajon megtartsuk ezt az intézményt, vagy pedig hagyjuk, hogy államosítsák, mint sok másikat, és a Keszthelyi Kórházhoz kapcsolják ezt az intézményt, azokkal a félelmekkel együtt, hogy mi lesz akkor, leépítik a szakellátást, akkor izzal a Szentgrót város pedig még a nagy költségvetési támogatás mellett bízott abban, hogy előbb-utóbb az évek során, minél rövidebb idő alatt kevesebb anyagi forrás kell biztosítani az intézménynek. Hát bejöttek ezek a számítások. Tehát hála Isten, úgy gondolom, hogy ismét jól döntött az önkormányzat a gimnázium után, ebben is jól döntött, és jól döntött akkor, amikor az intézményvezető helyettes kinevezte dr. Aljari Mohamed személyében. Nyilvánvalóan mondom azt, hogy a legfontosabb az itt élőknek az egészségügyi szolgáltatása, életminősége, de hadd legyek annyira önző, hogy számomra az is fontos, hogy milyen kapcsolat van az intézményvezető és a város vezetője között. Hát itt azt el lehet mondani, hogy maximálisan a legjobb kapcsolat. Többször leülünk, nyilvánvaló szakmai dolgokban. Hála Isten, a doktor úr nem kéri ki a véleményemet, de mind a működtetés folyamán azok a problémákat, mindegyiket meg tudja oldani. Tényleg akkor fordul hozzánk, amikor közösen kell megoldani a feladatokat. Láthatjuk konkrétan pénzösszegbe is látjuk azt, hogy milyen megtakarítás van. Biztos mindent lehet továbbiakban fejleszteni. Doktor úr már leadta az igényeit az elkövetkezendő években, amin egy kicsit jó értelemben véve vitáztunk, hiszen természetesen az ő feladata az, hogy az intézményt a legjobb szintre felhozza, nekünk meg sajnos a költségvetéshez kell igazodnunk. Én az elkövetkezendő években is azt várom, és talán bejönnek azok a számításaink, amik eddig is bejöttek. Valamit országos szinten az egészségügyi ellátásokkal kell foglalkozni. Ez Zalaszentgrót egy körzetközpont, Zalaszentgrót járásszéke, Zalaszentgrót megérdemli ezt a járóbeteg szakellátó központot. Lejár a pályázat, újból áttekintjük azokat a kötelező dolgokat, hiszen már többször beszéltünk, hogy melyiket lehet módosítani, és bízom benne, hogy akkor még jobban fog működni az intézmény, lehet fejleszteni, pontokat lehet fejleszteni, stb. De hát azok a tervek már meg is vannak a doktor úrnak a fejébe, és ugye van bennekünk egy pályázatunk, még egy támogatós pályázatunk, ami sikeres, ha elnyerjük a pályázatot, akkor nagyban fogják segíteni a munkát, úgyhogy a szavaimból eddig nem is tűnt volna ki, de ugye azért mondanám, hogy én is maximálisan támogatom a doktor úrnak a kinevezését. Parancsoljon, ha fogja. Köszönöm szépen. Akkor én is beállok a sorba. Pályázni sokféle pozícióból lehet régi vezetőként, lehet ide irányulni és idegenként ide pályázni. Én azt hiszem, hogy Mohamed doktor talán a legjobb pozícióból pályázott, és én örülök annak, hogy el is fogja nyerni itt a hozzászólások fényében arra következtetek ezt a pozíciót, de én azt szeretném kiemelni, és félreértés ne essék, hasonlóképpen, mint Beke képviselőtársam, nem a múltba akarok vájkálni, de azért annyit engedjenek meg, hogy elmondjak, hogy általában annak az eredménynek van értéke, amiért megküzd az ember. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 3 évben a doktor úr megküzdött azért, hogy pályázhasson. Ugyanis ha fölidézzük azokat a negatív dolgokat, amelyek tulajdonképpen őt innét elküldték, és sajnálattal kellett tudomásul venni, hogy ebből sajnos realitás is lett, de én nagyon örülök annak, hogy a szakmai szív, szakmai kardiológus egy érző kardiológusként maradt meg Zalaszentgróton, és örülök annak, hogy visszajött, és örülök annak, hogy pályázott, és örülök annak, hogy eredménnyel a háta mögött pályázott, és azt hiszem, hogy ezért fogja elnyerni ezt a pozíciót. Sok sikert, jó munkát, mint ahogy az egyszerű orvos mondta, csak egészség legyen, meg sok beteg. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, parancsoljanak! Doktor úr, valamivel kiegészíteni, ha kívánja. Igen, nagyon köszönöm szépen a lehetőséget is, úgy vagyok. Nem is a pályázata, hanem a beszéltünk, illetve elhangzott, hogy a karcsú költségvetés. Én kardiológusként mindig támogatjuk, hogy évről évre minél karcsom. Én bízok benne, és a gazdasági vezetők is, itt képviselők, hogy segítenek a mi munkánkban. Mindent megteszünk, hogy abba a keretbe mozogjunk. Egy dolog van, amit nem tudok garantálni, az, hogy szakmai munkánk, az legtöbb esetben drága eszközökkel végezzük. Ennek a meghibásodása esetén Wismayer helyzetbe ez egy kérdés maradt jövőbe, ez az egyik, amit szeretnék ezzel kapcsolatban. A pályázatot láttam, mindenki látta, ha egyetértenek vele, akkor szavazanak. A Varga főorvosnak pedig azt mondom, hogy az ultrahangot azt már megtárgyaltuk, a galvános elem, már ott a kérdés, hogy addig miért nem volt kihasználva. Tehát én tudom, most éppen a új főorvos, a nőgyógyásszal megbeszéltük, hogy igenis kivel elővesszük és megrendeljük hozzá az eszközt. A koagulátor nem a galván. A galván az ami érdekes, hogy lejárt annak a vizsgálati, tehát ez a validálási ideje, mielőbb lett használva. Újra validáltuk, és kikalkuláltuk, hogy hány liter víz fog fogyasztani, itt nem egészen egyszerű a helyzet. Hány liter víz mennyibe kerül, és mennyi pontot fog hozni. És amennyiben úgy látjuk, hogy tehát egy nyerességes, akkor igenis működni fog. Egyrészt ezen kívül önöket az, hogy a számok, meg a költségvetés, meg a támogatás. Mi pedig orvosok vagyunk, az érdekel minket, hogy a szakma, még hogy ugye a betegellátás, hogy ne sérüljön, hogy tovább menjen. És ne kéne egy betegnek menni máshova, mert úgy a galván nem működik. Ennyit szerettem volna mondani, és nagyon köszönöm a támogatást. Köszönjük szépen, doktor úr. Amennyiben nincs másnak kiegészíteni valója, akkor aki egyetért azzal határozati javaslattal, és megint csak nem olvasom fel, mert tele van jogszabályokkal, és hát ha hibáznék, hogy dr. Aljari Mohamed pályázott bízza meg 2014 március első napjától 2019. február 28-a napjáig az itt elfogadott bruttó 244.600 forint per hós javadalmazással, aki elfogadja, ezt kérdés feltartással jelezze, ellenvélemény tartózkodás nélkül egyhangban elfogadtunk. Gratulálok, doktor, és jó munkát! 17-es napi rendi pont, kérdések, interpellációk nem érkeztek be, 18-as napi rendi pont egyebek. Beke igazgató úr jelezte egy pályázati lehetőséget, ami tehetségnapokkal kapcsolatos. A pályázatot beadhatják tehetség... Mindjárt nézem, bocsánat. Tehetségsegítő tanácsok. Ez 800.000 forintos összeget jelentene, ami utófinanszírozott. A beadott számlák után 30 nappal fizetik az összeget. Igazgató úr azt szeretné, hogyha a város itt is megelőlegezné. Én azt javaslom itt az egyebekben, hogy ilyen elvi egyetértést adjunk, de ugye be kell adni majd a pályázatot, amikor pontosan tudjuk, hogy ki az a szervezet, aki beadta a pályázatot, akkor hivatalosan kerüljön ide, mert nem tudjuk még, ugye pontosan? Hogy... A tehetségtanács. Tehát van Zalaszentgyörgyön egy tehetségtanács. Ez két szervezet hozta létre, az Alabéri Általános Iskola és a Deák Ferenc, vagy akkor még a Csányi Zrínyi Általános Iskola. Ennek mind a két tantestületből vannak tagjai. Ennek az lenne a lényege, hogy azokat a tanulókat szerepléshez, eseményekhez juttatni, akik valamiben kiválóak, akár
olvasásból, akár fizikálba, akár rajzba, akár táncba, tehát bármibe, csak valamiben legyen tehetséges. A többség ismeri a kutatódiákok tevékenységét Zalabérbe, arra támaszkodva is, tehát ez egy szakmai nap lenne, ahol mind a két iskolából, különböző tárgyakból a gyerekek megmutatnák a többieknek, hogy mit tudnak, mire képesek, illetve a tehetségtanács egyik tagjának kellene felmenni Budapestre, ahol egy tanácskozáson venne részt, építeni tovább a kapcsolatot. Én ezt nagyon szeretném, hogy be tudjuk adni. Nekem kellene egy olyan fajta kötelezettség, hogy amennyiben ezt megkapjuk, akkor ezt a város arra 30 napra biztosítja. Jó dolgok vannak ebbe, a gimnáziumhoz kapcsolódóan is, majd csak türelem, csak már a hónapra nem megy, ott is van olyan lehetőség, hogy a gyerek már fölmegy gimnazista tanulmányai alatt Budapestre, és ott egy egyetemi tanár, egyetemi alkalmazott mellett végez kutatásokat. Ez más középiskolákban jól működik, jól csinálják. Volt ez az évzalai tehetsége verseny, annál abból kikerülő gyerekeket is sikerült az ember ebbe a rendszerbe bevinni. Fontos dolog. Nem tudok másmit mondani, hogy fontos, fontos. Most 2012 óta folyamatosan építgetjük. Most van egy projektünk, a márciusban. Jó. Köszönöm. Jó. Tehát, nincs akadály. Jó, csak mindenféleképpen az igazgató átküldte, átolvastam, támogatom maximálisan, hiszen... Egy mondatot, ha mondjuk, igen, hogy tehát most van egy másik projektünk, szintén Zalabérrel, ott pedig azt csináljuk, hogy a képzés palettának a másik végletével foglalkozunk, a hátrányos halmozottan, hátrányos gyerekekkel 50 gyereket egy teljes tanéven keresztül korrepetáljuk, felzárkóztatjuk, színházhoz, kiránduláshoz, egyebekhez juttatjuk. Ez egy 17 milliós projekt, de ennek ilyen mindig utónak, de mindjártak a finanszírozását meg tudtuk oldani. De most erre a Kliktől nem tudunk pénzt szerezni, mind a fenntartótól, de visszaadjuk ezt a pénzt. Tehát az utolsó fillérig. Nyilvánvalóan. Ez természetesen maximálisan támogató, tehát nagyon fontos szerintem az Zalaszárnyalóknak az intézménynek is ez a tehetséggondozás, és mondom, átolvastam a pályázatot. Én azt javaslom, én mindenféleképpen támogatom. Kellene ez a tehetségtanácsról egy írásos anyag, februárban lesz egy rendkívüli ülésünk egyébként mindenképpen. Adják be nyugodtan a pályázatot, igazgató úr. Szerintem akkor döntünk. Ha kell, most egy elvi állásfoglalást is hozhatunk, de én most nem látom, hogy szükség lenne rá szerintem ezt, hogy nyilván ez olyan pályázati pénz, amit 30 napra fizetnek, nem egy ilyen MVH-s, mert ami évekre vagy valami, tehát ez a pályázatban, ahogy elolvastam, fizetik. Én azt javaslom, hogy itt, ahogy látom az embereket, a bologatását mindenki támogatja, februárban itt lesz egy rendkívüli a szavazótszámláló bizottság tagoknál, akkor oda meg bevisszük konkrétan, akkor egy konkrét megkeresés, írásos megkeresés, és akkor majd a pénzügyel is megbeszéljük ennek a finanszírozását, de szerintem elvi akadály semmi nincsen. Csak azt tudjátok, hogy ez tegnap este derült. Igen. Ez az útjárat, tehát a másik a vakvágány. Tehát eddig próbáltunk menni, tehát nem az van, hogy elkéstünk, vagy bármi, hanem az az úton, amit eddig mentünk, az vakvágány lett azért. Nem akarom ezt tenni. Jó, nem szavaztatok, de szerintem mindenki támogatja. Itt én arra kérem akkor igazgató, hogy akkor ez a levél jöjjön el, és akkor februárban behozzuk, és akkor döntés születik róla, meg akkor szerződést megírjuk a teljesség tanácsa. Az azért érdekes, mert az nem szervez. Igen, nem jogi személy. Tehetségtanács nem jogi személy, szerintem a Klikka jogi személy, de megbeszéljük. Azért mondom, hogy ezeket nézzük utána ennek, jó? Hogy akkor utána egyebekben valakinek egyéb dolog nincsen. Alpolgármester elmondta a városrészi sporteseményeket, az e-mailben mindenkit kiközvetítünk, Zalaszárnyalót Facebook oldalán is fönn vannak ezek az események. Köszönöm szépen, hogy a mai testületülésünkre egyébként minden egyes pontot egyhangulag elfogadtuk, és a nagy horderre ül Zalaszárnyalót város költségvetését is. Köszönöm mindenkinek az eddigi munkát, és mondanám, ugye, bocsánat, ugye mindig Valentin napra esett a költségvetés, és mondom, hogy biztos szeretetben hozzuk meg a döntésünket. Holnapra mindenkinek jó valentínozás.